Közel 3500 hektáron termelnek dohányt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt van az országos termőterületek több mint 80%-a. A dohánytermelők 2015-től kevesebb támogatást kapnak. Az idei aszályos időjárás miatt pedig akár 25%-os termésmennyiség kieséssel is számolhatnak majd. Az országosan leszerződött dohányterület idén 4400 hektár. Kevesebb a támogatás, a felvásárlási ár sem emelkedik. A termelők a korábbi Európai Uniós több mint 24 millió eurós helyett a magyar kormány nemzeti kiegészítő támogatását kapták ettől az évtől, ami összesen 5 milliárd forintot jelent. Az idei terménymennyiség miatt sok termelő elgondolkodik azon, mennyire éri meg dohányt termelni. Az aszályos időjárás miatt előzetes becslések alapján az idei kiesés akár 25%-os is lehet. Itt Pócspetriben 24 hektáros a termőterület, amihez idén még 14 hektárt integráltak. A csapadékmentes forró nyár itt sem tett jót a dohánynak. Nem kellőképpen érnek, nehéz megbecsülni, hogy akkor mennyi lesz a valós termés. Az aszályos időszak végén akkor úgy láttuk, hogy a hektárunként a 10 mázsát sem fogjuk tudni elérni. Most úgy látom, hogy lehet, hogy valami kicsivel talán át fogjuk tudni lépni. Attól függ, hogy még az elkövetkezendő néhány hétben, ahogy a betakarítással tudunk előre haladni, mennyit tudnak még nőni. Van a dohánynak még egy nagyon érdekes sajátossága, ezt a dohányos szakemberek, vagy akik a dohányban élnek, azok tudják, hogy szeptember közepétől már nem igazán lehet szép dohányt törni. A dohány felvásárlási ára az előző évekhez képest várhatóan nem fog változni. Bíznak abban, hogy kilónként körülbelül idén is 350-360 forint lesz. Vendégünk Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Köszöntöm, jó estét kívánok! Nem túl rózsás a helyzet az alapján, amit itt hallottunk, és bonyolítja, hogy meglehetősen későn jutott tudomásukra az új támogatási rendszer, feltételrendszere. Miről tud beszámolni? Hát azzal kell kezdenem, hogy sajnos az, hogy csökkenni fog a támogatásunk, azt már az elmúlt év végén megismertük. Azt, hogy a magyar kormány végül egy 5 milliárd forintos támogatással a termelők segítségére lesz, ezt március hónapban ismertük meg, de ekkor már elkezdődtek a termelés előkészületei, ilyenkor már pénzeket helyeznek ki a gazdák, tulajdonképpen a vetés már ez időtájt elindult. Hittek és bíztak abba a gazdák, hogy nem maradnak magukra. A költségoldalt ismerték előre, gondolom. Hát a költségoldal bizony az hektáronként közel 2 millió forint, de van, ahol meghaladja a 2 millió forintot. Abban hittek a gazdák, hogy a korábbi években viszonylag kiegyensúlyozott támogatás volt, és a támogatás mellett a foglalkoztatást szinten tudták tartani. Nevezetesen most erre az évre 4400 hektár van Magyarországon dohánnyal beültetve, ebből, mint ahogy a felvezetésben is hallottuk, Szabolcs-Szatmár-Berégben 3500 hektár. Mintegy 18000 ember foglalkoztatása valósul meg ezen a területen. Szabolcs megyében ez 15000 főre tehető ez a létszám. A dohányban dolgozók és a dohánytermelők tulajdonképpen tradicionálisan ezt a tevékenységet végzik, és nagyon sokan kinyilvánították azt, hogy ők akkor is fognak dohányt termelni, ha nem kapnak hozzá támogatást. Annyira elhivatottak, hogy sajnos ebben az évben a fölvezetésben hallható gondok és problémák nem minden esetben fogják azt biztosítani, hogy a költségek megtérülnek, és ekkor fognak majd ráébredni azok a termelők, akik az imént említetteknek megfelelően gondolkodtak. Reméljük, hogy ez nagyon kevés létszám lesz, és még azt még inkább reméljük, hogy a veszteség összege is még elviselhető lesz. A tavalyi évhez képest mekkora a bevételkiesés, vagy a várható bevételkiesés?
mintegy 60%-os a korábbi évek támogatásának, az ezévi támogatásnak a mértéke, és ha ehhez hozzátesszük ugye az ezévi aszály által okozott károkat, mind a mennyiség, mind a minőség oldalán, akkor ez a 60% még tovább csökken, és nagyon-nagyon kérdéses, ahogy említettem, hogy hol fog összeérni majd a vége. Mi az, amiben tudnak gondolkodni egyáltalán? Ugye a felvásárlási helyzet az nagyjából stabil, ugye az ebben az évben is ugyanannyi felvásárlójára, vagy felvásárlási ára számíthatnak, mint tavaly, de mégis gondolkodhatnak-e más piacokban, esetleg külföldi, nemzetközi piacokban? A felvásárlási áraknál ugyan volt meghirdetve mindkét fermentáló részéről némi áremelés, viszont, mint említettem, a minőség az el fogja vinni. Több lesz a minőség miatt a veszteség, mint amit az áremelés tud hozni. De hát majd nyugtával kellene a napot dicsérnünk. A piac keresés oldaláról azt kell mondanom, hogy nem vagyunk jó helyzetben, ugyanis a magyar dohány az egy átlagos minőségi dohány, és olyan körülmények között történik a termelése, hogy a termelési költség lényegesen magasabb, mint a világpiacon jelen pillanatban kínálati oldalon jelentkező dohányok olyan déli földrészekről, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia déli részei, ahol egyrészt a környezet is alkalmasabb a dohány termelésre, másrészt viszont a munkaerőnek a költsége lényegesen olcsóbb, lényegesen kevesebb. Ezzel a dohányokkal a magyar dohány nem képes versenyezni. Különösen így, hogy a támogatás is lecsökkent. Igen, egyedüli reményünk az, hogy a magyar dohány úgynevezett tiszta dohány folyamatosan ellenőrzött beltartalmi adatok állnak rendelkezésre a cigarettagyárak felé, valamennyi termelőnél ismert, hogy az általa megtermelt dohány milyen beltartalmi értékkel rendelkezik, és különösen fontos ez az úgynevezett szermaradványokra, azoknál a növényvédőszereknél, amelyek a termelés során felhasználásra kerülnek. Nagyon szigorú rendszer van arra vonatkozóan, hogy melyik növényvédőszert meddig lehet használni, milyen dózisban, és ugye ha és amennyiben ez meghaladná azt a határértéket, amelyet előírnak a szabványok, akkor attól a termelőtől tulajdonképpen a dohány nem kerülne felvásárlásra. A felvezetőben említés volt arról, hogy elég későn jelent meg a rendelet, hát olyannyira későn, hogy most hétfőn 14-én jelent meg, és bizony a betakarításnak lassan-lassan a vége felé vagyunk. Tulajdonképpen ez a rendelet a támogatás feltételrendszerét hivatott szabályozni, és nagyon nehéz most már visszamenni, mint említettem, márciusban már elkezdődtek a munkafolyamatok, hogy na most milyen feltételeknek kell megfelelni tulajdonképpen a termelés során. Reméljük egyéb iránt azt, hogy a közös egyeztetésekkel, a minisztérium és az MVH szakembereivel olyan fogyasztható rendelet alakul majd ebből a már meghirdetett rendeletből, amelyik tulajdonképpen nem fogja még tovább sújtani a termelőket, hisz nem voltak tudatában annak, hogy miket kell betartaniuk. Hiszem és remélem, hogy ez természetes dolog, nem tudtak felkészülni rá, és kell, hogy korrekciókat hajtsunk majd végre. Reményeink szerint ez meg is fog valósulni. Akkor lesz mit átgondolni a következő téli pihenő időszakban? Hát ez az év teljes egészében erről szólt, készültünk erre a rendeletre, és tulajdonképpen még nincs is vége ennek a dolognak, hisz a rendelet két részből tevődik össze, egy részről a megmaradt szerkezet átalakítási támogatásnak a rendszere, az nagy részt hasonlít a korábbi rendszerre, viszont
lesz egy másik támogatási lehetőség, ami de minimis támogatást jelent. Ez teljesen új a dohánytermelők esetében. Ezt meg kell ismerjék, és hát szerencsére ennek a pályázatának a benyújtása az január 15-éig határidős, erre viszont rettentő módon föl kell készülni. Ezek a támogatások tulajdonképpen egy olyan 900 ezer forintos hektáronkénti támogatást jelentenek, és a 2015-ös évben még nem volt lehetőség, de már a 2016-os évtől a vidékfejlesztési program keretében lesz lehetőség agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás igénybevételére, ez hektáronként legfeljebb 80 ezer forintot jelent, de úgy gondolom, hogy itt minden fillér számít, tehát aki csak teheti, az mindenképpen ezt igénybe fogja venni, és nagyon fontos dolog az, hogy abban az esetben fog tudni fennmaradni a dohánytermelés Magyarországon, ha olyan költségcsökkentő beruházásokat és struktúraváltásokat fognak tudni a termelők megvalósítani, amelyek egyrészt a munkaerőnek a csökkentését fogják eredményezni, a kézi munkaerőnek a kiküszöbölésére. Ma már Európa szerte dohánykombányok takarítják be a termést. Válogató szallagok mentén történik a dohánynak a válogatása, és ez jelentős létszám megtakarítást jelent a foglalkoztatottaknál, egyidejűleg pedig költségcsökkentést is. Egy másik oldal szintén költségcsökkentést jelent a dohányszárítóknak a korszerűsítése, már több mint 40 éves szárítókkal dolgozunk, vagy ezeknek a lecserélése, vagy mindenképpen a szigetelésüknek a elvégzése, illetve áttérni korszerű tüzelőanyagoknak az alkalmazására. Itt konkrétan a biomassa fűtésre történő áttérés elkerülhetetlen. Ha és amennyiben van feladat, ha ezek így komplexen összejönnek, akkor fenntartható marad a magyarországi dohánytermelés, viszont az a szomorú, hogy ilyen beruházásokra a kistermelők nem igazán fogékonyak, nem igazán képesek. Különös tekintettel arra, hogy ahhoz, hogy valaki jelentős összegeket fordítson fejlesztésre, ahhoz látnia kellene a biztos jövőt. Jelen pillanatban 2015-ig látunk, és hát ez az 5 év kevés ahhoz, hogy megtérüljenek ezek a beruházásokra költött pénzek. Bényei Illés, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én is köszönöm szépen.